Sziasztok emberek, üdvözlök mindenkit! Itt a legújabb virágos kertben. Ebben a mai videóban pedig folytatni fogjuk ezt a túlélő kihívásos challenge-ünket. Az előző részben csináltunk végre valahára egy cobblestone generátort, illetve a házat is elkezdtük építeni dagonyából. Hát amint lehet látni, kapott egy ilyen, hát nem is azt mondom, hogy szokatlan formát, de tőlem szokatlan formában ilyen E betű alakú lesz a ház. Lesz benne egy külön hálószoba rész, hogy azért tudjam a csajokat hova vinni. Csak Zöldi meg ne tudja. Illetve van benne egy nappali rész is, ahol majd barkácsolni fogok, és az egyéb hasznos dolgokat fogom majd csinálni. Első körben például a sütőt teszem, azt már be is vihetem, illetve a crafting table-t, továbbá a kicsi chestemet, amit már a játék eleje óta itt tárolok, úgyhogy ezeket szépen fogjuk, és ide be is tesszük, mondjuk itt legyen a crafting table, itt a sütő, és majd mellette lesz a chestnet. A mai részben pedig egy kicsit haladni szeretnék én a házzal is, mennyi minden, kicsit haladni szeretnék a házzal is, illetve megszerezni végre a füves blokkot, ugyanis rettentően fontos lenne, hogy haladjunk azzal is, hogy füvesítsük az egész telkünket, területünket, szóval, hogy ezt az egész területet. Na most, ez mi itt nálam? Info and credits, ez most nem kell nekünk, mert egy küldetéssel nem nagyon fogunk most haladni, viszont... Hát persze, hát el is felejtettem, hogy én ezt már megszereztem. Most már csak várni kell, és akkor ebből, hogyha ez itt elterjed szépen, akkor tudunk ide majd csonttal növelni különböző növényeket, virágokat, és akkor lehet, hogy nem kéne majd olyan nehezen összeszednünk itt a dolgokat. Na, ez az egyik. A másik pedig az, hogy én gondolkoztam azon, hogy mivel hogy kell nekünk majd egy kaktusz ültetvény, ahhoz pedig kell nekünk sugarcane, viszont a sugarcane-t azt már megvehetnénk, az pedig a piros poppiból készül. Mennyi piros poppi kell hozzá? 5 darab piros poppi kell hozzá, és 32 darabért kapunk 2 darab popát. Úgyhogy, hát hajrá, szedjük ki a... megint eléged! Szedjük ki ezeket a dolgokat, úgyhogy ez most megint egy ilyen lutri lesz. El is tört a csákányom, szuper. Hát megnézzük, hogy van-e még vasam talomba, van pont 3 darab. Fából is szerzünk egy kevéskét, oké, hogy ott volt egy deszka, de ez most nem kell, vagy mi az bot. Így, hát akkor is vascsákány kell nekünk, nincs mese. Próbálkoztam én itt mással, de nekünk akkor is vascsákányra van szükségünk sajnos. Aztán majd még természetesen szerzünk vasat, hát kiállít meg benne, nem igaz? Húha, viszont megy le a nap, úgyhogy gyorsan elmegyünk aludni, amúgy már 64-et plusz 21-et össze is kaparintottam magamnak. Alszunk, és reggel új út erővel folytatjuk, most nem szeretnék a szörnyekkel egy ideig bajlódni, viszont szükségünk lesz rájuk, mert nagyon-nagyon jó nyersanyag források a szörnyek, ezért elkezdünk majd a... Hát, hogyha nem is a mai részben, bár szerintem bele fog férni a mai részbe, hiszen ez a sugarcane-es dolog, ez lassacskán meg is lesz. Elkezdünk csinálni egy ilyen mob farmot. Már szerintem simán alapanyag tekintetében, hogyha azt nézzük, akkor minden megvan hozzá. Na, ezt szépen ide, kérem szépen itt a popit, meg innen is kérem a popit. Jó, ebből lett 6 darab, az nem is probléma. És itt is van egy darab sugarcane, ami természetesen nem sok. De szerencsére nem is kevés. Ezt a kettőt leszedem innen, mert tök fölösleges, hogy itt legyen. Köszönöm szépen. Nem is tudom, hova tegyem, mondjuk, mit tudom én, ide teszem. Ez meg... fene tudja ide. Na, szóval, lassacskán a mai részben nézzétek meg, milyen szépen terjed itt a fű. Szóval a mai részben arra gondoltam még, ha már éppen itt tartunk, akkor elkezdhetnénk csinálni ezt a mob farmot. Na most ez tipikusan úgy néz ki, hogy fölépít... Ez a tipikus zsédavos mob farm, tudjátok. Én minden videóban ugyanazt építem, minden ilyen survivorban ugyanazt építem. Ahhoz viszont szükségünk lesz piszok sok földre, piszok sok földből pedig majd szükségünk lesz egy csomó ilyen múdra. Várjál. Mit is akartam? 16 darab kell hozzá, jó. Bocsánat, csak itt közben itt jár az agyam, mert kelleni fog majd nekem lassacskán még vas, viszont ahhoz nem lesz elég ez a mennyiségű kő, ami itt van. Szóval csináltam még egy ásót magamnak, és akkor menjünk le a földbányába, mert hát értelemszerűen én azt mondom, hogy
Hát legyünk már helyén valóak, és csináljuk földből a mob farmot, hiszen úgy érdemesebb, nem? Lehet, hogy amúgy úgy lenne a legjobb csinálni ezt a mob farmot, mit szólnátok hozzá, hogyha ez most nem fölfelé menne, hanem lefelé? Hú, az nagyon idegesítő lenne. Vagy nem? Most ezen én hadd gondolkozzak már egy picit. De akkor mindig le kell menni, te atyaisten. Viszont egyszerűbb és költséghatékonyabb megépíteni, nem? Szóval mit szólnátok ahhoz, hogyha úgy lenne, hogy a föld alatt lenne közvetlenül sötétség? Ugye úgy készül ez a dolog, hogy a vizek így középre befolynak, befolyik középre a víz, és leviszi őket egy nagyon mély alagútba, ahol pedig meghalnak. Viszont itt fennáll az az esetőség, hogy minden egyes rohadt alkalommal nekem le kell majd mennem oda a bányába, de mondjuk meg lehet csinálni vízzel, nem? Hogy gyorsabban följöjjek. Na mindegy, még erre alszom lehet egyet, mármint hogy játékon belül alszom rá egyet, nem természetesen nem a valóságban. Még ezt még át kell gondolom, ez a kő, ez jó sokáig bírta, gratulálok. Hát ez egy szintet nem tudott kiszedni, ami tök fura, mert régebben ez ki tudott szedni legalább egy szintet, nem? Maradok annál, hogy fönt lesz, fölfelé csináljuk meg. Méghozzá. Wow, de beindult ez a fűtermesztés. De rosszul hangzott ez, nem? Semmi rosszra nem kell gondolni. Viszont itt akkor egy kicsit megtisztítom a területet. Erre a háromra most komolyan ráfolyattam a vizet? Na mindegy. Amúgy egy zsírkirály így kiszedni. Lassan pedig elkezdhetünk végre innen a zöldségeinkkel foglalkozni. Mármint, hogy ezzel a fűvel foglalkozni. Méghozzá azért, mert akkor tudunk másfajta virágokat is szerezni. Meg hát tudunk ültetni legalább gabonát, meg minden más hasonló dolgot. Amire eddig nem gondoltam. Oké. Szerintem ilyen távolságban a mob farm most már elég lesz. Ide, hogyha erre ráfolyatom. Akkor a fű még attól nem ütődik, ugye? Csak a virág. Zsír. Mondjuk miért ütöd neki a fű? Na mindegy. No, ide kezdjük el csinálni, csak eszek egy kis téket. Szóval itt van az alapja. Itt legyen? Vagy itt legyen? Itt lesz. Ez nem is kell, ide köszönjük szépen a részvételt. Szépen megfogjuk, és akkor ezt itt fölépítjük. Pont olyan magasra, hogyha leesnek, akkor az fájjon nekik. Tehát lássuk csak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fogalmam sincs, hogy milyen magasnak kell lennie, vagy 16, 17, 18, 19, 20. Nézzük meg, leesek, azt a kutya, hát ilyen magasról még nem is látta ezt a pályát, alatt a szemem bele zizgelődik, hát ez nagyon durva, na nézzük meg, essünk le. Ez még nem olyan magas, ez még bizony nem annyira magas, úgyhogy még építsünk följebb, viszont van egy olyan problémám, hogy én itt tök jó, hogy ide följövök, de eléggé gáz, mert nem tudom magamat, de mindegy, meghalok, hát tudjátok, mint meghalok, és akkor lesz még. Kajám. Na, ez már tuti jó magasság. Lefolyatunk vizet? Na. MLG. Oh my god! De menő volt! Jaj, de menő volt! Úristen, így elsírom magam, olyan menő volt. Mire tudjuk ezeket a virágokat beváltani? Fára. Csak fára? Ennyit tudok? Csak fára tudom beváltani? Semmi másra? Na mindegy, hát akkor nincs se beváltjuk fákra. Hát most ezen nem múlik. Úgyis szükségem van egy csomó fára, nem igaz? Hát is 13 maradt. Zsír. Viszont nekem akkor is meg kéne halnom. Ez szuperül hangzott. Ó, várjál, itt még van. Dandelion! Dandelion! Kérem szépen ide. Úgy. Úgy. És maradt 8 darab. Zsír. Ezt megspóroltuk most. Tessék, letesszük. Hát építsük ezt a vizes vödröt, azért elteszem, mert azért az eléggé nagy érték a mai világban. A mai rohanó világunkban egy vizes vödör igencsak nagy érték. És akkor ezt is itt fölépítem, és akkor fent pedig leugrom, meghalok, és újra összeszedem a cuccaimat, nem? Az elég jó lesz. Ha valaki tud úgy tenni blokkot, hogy ilyen nagyon gyorsan csinálja, én nem tudok úgy tenni blokkot. Na jó, halljunk meg. Gondoltam. De az XP-je csak visszamegyek. Ideig elrepült a csákány? Mi a szősz? Elfagyott! Viszont megnézhetném, bár mondjuk ilyen magasról mit szólsz hozzá? Ugye nekem nem az a célom, hogy itt most XP farmot csináljak, mert azt nem szeretnék. Én nekem az a célom, hogy ha leesnek, akkor konkrétan dögöljenek meg. Értitek? Na nézzük, essünk le! Nagyon jó. Ők innen leestek, ők
tutti fixe, hogy meghalnak, amúgy van 5 halálom, és ezt mind magamnak köszönhetem, talán egyszer vagy kétszer fordult elő olyan, hogy a szörnyek öltek meg, na mindegy. Oké, hát ez jól megnőtt itt. Nézzük, csak nézzük, hogy van-e csontom? Van! Nice, nice, nice! Na nézzük, hogy akkor lesz ebből valami. Oh, de jó, Dandelion! Oh, mag! Nice! Még egy mag! Nice! Oh, ez jó, kék virág. De miért Dandelion nő? Nem kell nekem már, Dandelion! Viszont nagyon sok mag jön ki ebből. Ez egy termékeny kis föld. Oké, ilyen virág is van. Na, nice, akkor nem csak ki ez a hülye sárga izé, pipacs, vagy nem is pipacs, ugyan már az piros. De nem csak ez a sárga pitypang, pitypang nő ki, hanem nő itt másmilyen is. Oké, szépen kiszedjük, még egy. Nice, nice, hát szedünk itt magokat, azért jó sok lesz ebből, te. Kék virág, nagyon jó, piros virág, kék virág, mindegyikre egy virág. Ez mondjuk pont nem rímelt. Na mindegy, menjünk aluszkálni. Még mindig nem akarok a szörnyekkel foglalkozni. Csak este lehet aludni. Hát persze, hogy csak este lehet aludni, de hagyj aludjak már, légy szíves, ezzel lemegy a nap! Ha már eléri a horizontot, akkor jók vagyunk. Paf! Ó, ez a kék, ez nagyon jó, ezt is be lehet váltani valamire. Minden virágot be lehet váltani, mert az is az egyik küldetésem amúgy, mert hogy itt küldetések vannak, hogy szerezzek mindegyik virágból legalább egyet. Az biztos, hogy van már piros, kék, ilyen fehér, meg sárga. Ezeket mind szépen ide elültek. Piros! Ez! Jó, hát legyen egy ilyen sárga is. Kék. Nagyon jó, eddig van ennyi virágom. Lassacskán megleszünk, lassacskán megleszünk. Ah! Zsír. Amúgy néha nem nőnek másfajta virágok? Például, nem tudom, az a orhidea. Nem nő? Ó, te szép fehér. Na, ilyen nem sem volt még eddig. Zsír. Akkor ezt is kiszedjük. Amúgy nagyon sok magom lesz. Azt a minden... Na, ilyen virágom sem volt még eddig. Hogy? Így letesszük. Na! Zsíros, zsíros, zsíros deszka. Valahol van egy ilyen, ahol be lehet váltani. Oh my god! Tizet be lehet váltani Totem of Undyingra. Wow! Orhidát, hát az nekem már nem kell igazából. Ó, és lehet fát szerezni! Nice! Faültetés is egy olyan dolog, ami nem elhanyagolandó. 16, fú, ez megint egy jó kis kapálgatós rész lenne. De... szerencsére van egy ötletem, hogy mivel vidítsalak föl benneteket. Szépen csinálunk magunknak, mit szólnátok? Egy kapát, és megcsinálnánk a veteményesünket. Ha már 28 darab ilyen magocskám összegyűlt, akkor ezt a 28-at ezt el is kéne ültetni, és aztán pedig folytatni természetesen, csak azt megint bányászkodni kell, és annyira nincsen kedvem bányászkodni. Miért jöttem ide? Ó, a vizes hödörért eszembe jutott. Hogy a házat az hogy fejezem be, az, ahhoz homok kéne ugye, hogy meglegyen szépen végre valahára. No, szerintem itt letisztítottuk, itt a ház mellett szerintem gyönyörűen el is férne az ültetvény. Ezeket fel kell szednem, mert különben a fóbiám előjön és meghalok, hogyha ott van valami, az OCD, tudjátok. Szépen ezt ide letesszük a ház falára, és akkor hát csinálunk ide egy veteményest. Meg természetesen ide teszünk vizet is. Várjál majd, úgyhogy mennyi 5 blokkra megy el, minden igaz. És akkor itt még oda is elnedvesedik. Nagyon jó. Fú, de jó, benedvesedik ott is. Oké. El is ültettük az összeset. Pedig azért még itt elég nagy terület vár arra, hogy szépen beültetgessem. Esik csak 1, 2, 3, 4. Ja, hát akkor erre még lehetne, meg arra is lehetne még növelni, de hát nem kell feltétlenül. Szépen itt most el fognak ezek itt növögetni. Hát rájuk bízzuk a dolgot. Hagy nőjenek. Ezzel pedig nem tudom mit csináljak, most szépen a virágokat akkor beváltom megint fára. Hát most tudok mit csinálni? Nem tudok mit csinálni. Megint kéne nekem cobblestone. Egy csomó cobblestone kéne nekem. Azért, mert kéne megint vas. Ó, annyi minden kell. Szedjünk akkor. Következő az az oak sapling kéne, hogy legyen. Viszont azt nagyon nehéz megszerezni. Ugyanis kell hozzá 5 darab piros virág. És azt mondom, hogy 5 darab piros virágot még annyira... nem is bacerás szerezni, az megvan, viszont ehhez kell még nekünk egy másik is, méghozzá egy grass block. És grass blockot ugye értelemszerűen innen nem fogom tudni kiszedni, mert amint kiszedem, ez átalakul. És az nem jó. Ez 2 darab orhidea kell, 2 darab orhideát meg 16 darab poppyból tudunk szerezni. Ez nem most lesz meg, úgyhogy mit szólnátok, hogyha azt csinálnánk, hogy szerzünk vasat. Vas az 16 darab cobblestone-ból lesz, szóval szerzünk 16 darab cobblestone-t, sokat.
És akkor először csinálunk még vasat magunknak, és utána vasból pedig elmegyünk bányászkodni. Na, mit szóltok hozzá? Bányászkodni, úgy értem, hogy szerzünk még dörtöt. Egyszerre csak egy dologra koncentráljunk, elkezdtem a mob farmot csinálni, úgyhogy a mob farmot is be is fogjuk fejezni. Nem a mai részben, de valamikor be fogjuk fejezni, ígérem. Lett 4 darab vasacskám. Hogy ezt a 4 darab vasat, mondjuk van egy csomó fám, úgyhogy azzal simán ki tudjuk égetni. Viszont, ami eszembe jutott, így az elmúlt időben, az, bocsánat, most így kiléptem a játékból, hogy volt nekem, és ezt nem akarom elfelejteni, mert most jutott eszembe, hogy volt nekem egy táblázatom, hogy miket lehet itt egyedileg craftolni. Hát, ha abban van valami, ami segíthet. One eternity later. Na, közben itt rájöttem, hogy hogyan lehet homokot craftolni. Amúgy meglepően pofon egyszerű. Hát homokot craftolni ilyen egyszerű, figyeld, megmutatom. Kettőt kell tenni ide, egyet ide és egyet ide. Oh my god! És tényleg lett! Hát ez ilyen egyszerű? És én eddig ezt nem használtam? Szörnyű, szörnyű, gyalázat! Tényleg, komolyan mondom, ez gyalázat, hogy én ezt eddig nem használtam. Semmi gond. Égessünk szenet először is, így né. Ez szépen itt égetődik, aztán pedig homokot csinálunk orba szájba. Azt hittem, hogy homokot csinálni, azt is ugyanígy venni kell, vagy valami. Ez sokkal bonyolultabbnak hittem, hát akkor menjünk le a gyárba, és akkor szedjünk még földet a mob spawnerhez. Ez most egy ilyen, ez egy igen erőteljesen ilyen farmolós rész, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy nem nagyon lehet itt egyről a kettőre jutni, csak úgy, hogyha iszonyat mennyiségeket farmol össze az ember. Viszont ez az egyedi recept, ez segített. Mondom, én azt hittem, hogy homokot, azt ilyen iszonyat nehezen, mit tudom én, 80 ezer poppi kell hozzá, meg így úgy amúgy, de igazából rögtön az elején lehet homokot szerezni, ami lássuk be elég egyszerű. Ez pedig tök jó felhasználható a cactus farmhoz. Úgyhogy cactus farmra pedig majd összerakjuk a pénzünket. Viszont itt közben lemegy a nap. Úgyhogy szerintem szunyálunk egy jó ízűt. És emígyen el is kezdődött a 6. nap. Oké, hát szépen készülnek ezek a szenek. Jó, ez nem kell, szépen ezt bepöffentjük és kész is van. Égjen ki szépen, égjen! Arra van égjen, csak égjen. Még folytatjuk itt a bányászkodást. Szóval igen, ez egy ilyen farmos sorozat. Már olyan értelemben farmos, hogy farmolni kell a dolgokat. Nincs mese, itt ez hosszadalmas időket kell ezekbe beleölni, de hát én itt vagyok, aztán majd ez ki lesz vágva nektek. Kiszedtem már? Ó, bakker. Éhes vagyok. Korog már a bendőm, pocakom. Úgyhogy megyünk zabálni egy jó nagy... Várjál, de mit fogok enni? Hát a gabona még nagyon nem nőtt meg. Önellátónak kéne már lennem lassacskán. Van még valami harapni való fogamra? Nincs. Úgyhogy az egyetlen megoldást abban látom, hogy megölöm magamat. De előtte azért berakom az üvegeket. Ígyni. Szépséges lesz ez a ház. Szépséges lesz. Aztán meg szépen majd ki kell cserélni a dolgait, ugye fára mondjuk. De legalább itt már vannak üvegek. Na, hát ez már valami. Ez már haladás, öregem. Ez már haladás. De tudjátok mit, ha már úgyis arra járok is, úgyis fel kell építenem a tetejére, mit szólnátok, hogyha megölném magamat? Tudom, ez sosem egy rossz ötlet. De azért ti ne próbáljátok ki a valóságba, jó? Kész is van. Még akkor itt egy pillanatra itt így elhúzzuk. Várjál, mennyit folyik a víz, azt mindig elfelejtem. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. 8 blokkot folyik el a víz, vagy hetet? Ezt mindig összekeverem, minden egyes alkalommal összekeverem. Na mindegy, menjünk, azt öljük meg magukat, legalább itt lesz minden egy helyen. Ígyni. Meg is telt a pocakom, de jó ez! Tudjátok mi a szerencse? Az, hogy ezt nem hardcore-ba játszom, de hogyha Isten, az bizony nagy szívás lenne. Viszont ide csinálni fogok egy létrát. Azért azzal értelmszerűen könnyebb felmenni. Annyira jó, bocsánat, így megláttam, hogy így zöldül be ez a terület. Annyival kellemesebb érzés ez. Csinálunk még egy pár ilyet. És akkor még csinálunk popikat. Vagy popikat? Mi az istent? Földet. Földet rá! Puffa, mennyi a csövön, kifér 32 darab zsír. Igen. Ennyi üveg mondjuk nem biztos, hogy kelleni fog.
Úgyhogy ezeket így félretenném így nehezebb időre. Létra miatt jöttem. Tizenkettő? Még csináljunk. 21. Jó, ez már csak elég lesz. Ezt a két üveget ezt szépen ide letesszük addig. Na, már szépen épül. Persze, 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 hogy elfelejtek valamit. Tehát mindig föl egy vödröm vizet. Szépen vödör vizet megtöltjük. Oh my god! Megnőtt a sugarcane! Tessék, el is ültettem oda mellé, így sokkal jobb lesz. Amúgy nem tudom, számít az, hogy földön van, vízen, levegőn, vagy valami? Vagy egyáltalán semmit nem számít az, hogy most földön van, vagy homokon, vagy nem tudom, bármi máson. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek számít-e? Most majdnem csúnya véget ért az életem. Au, fuck. Elfogyott. Na mindegy, megoldjuk így. Meg is jöttem. Na és most le kell tesztelnünk, hogy a víz az mennyit folyik. Egy kicsit lehet, hogy túl mélyre tesztem ezt a mob spawnert, nem? Na nézzük. Ah! Tökéletes! Így terveztem, így szerettem volna. 8-at. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És itt a 8. Csodás! Csodás! Epic! Most nem spórolunk ezen. Tehát most nem, minek spórolni? Nem? Nézzem már ki akkor valahogy, tessék. Így. Ezt meg ide tesszük. Zsír. Oké, jöhet a következő. Majd persze természetesen arra is odafigyelünk, hogy hozunk ide föl egy végtelen vízforrást, mert ez így eléggé karcsú lesz. 3, 4, 5, 6, 7 és a 8. Itt is van. Oké, már csak egy oda van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, és egykor itt a 9, oké, kész, megvan. Oké, ezt meg csak így simán betömködjük. Így nosza, kész is van. Jó, akkor ezt innen leszedjük, mert ez nem fog ide kelleni. Ugyanis hozok még létrát. Puff. Hozunk ide létrát, amúgy tök jó, hogy még az izék alatt is befüvesedik. Ó, ez nagyon jó. Azt hittem, hogy a virágok alatt nem fog befüvesedni, de simán befüvesedik. Wow, ez nagyon gyorsan megnőtt ilyen magasra. Jó, hogyha már az üvegeknél tartunk, akkor bizony csináljunk üvegeket is. Jó, hát ez lehet, hogy egy kicsit túl sok üveg lett. Tehát ide kelleni fog. Figyeld már, még ide is telik nekünk. Még itt is lesz üveg, jó? Tudod mit, mert annyi üvegem van, hogy még ez ide is elfér. Azt a mindenit. Mindenhol lesz egy üveg. Az egész ház szinte üvegből fog állni. Sőt, csinálunk egy üvegházat bakker ide kívülre. Ide néz. Na jó, nem fogok üvegházat csinálni, azért annyira nem szeretem az üveget. Ha már is biztosabban érzem itt bent magamat. Szerezzünk még akkor pálcikót. 6 darab. Jó, hát ez elvileg elégnek kell lennie, aztán majd meglátjuk. A későbbiek folyamán. Tettem egy létrát, valahol? Nem tettem le. Szóval azt majd a későbbiek folyamán meglátjuk. Ja, megviszek még egy vödröm vizet. Jaj, de jó, sokkal jobb, hogy ilyen zöld itt a terület. Annyival jobb, hogy háj, csuháj, hadd elhadd. Na, lett itt végtelen vízforrásunk, és már csak annyi a dolgunk és teendőnk, hogy szépen szétosztjuk itt a különböző helyekre a vizet. Ami elég érdekes lesz, de meg lesz csinálva. És közben lemegy a nap, úgyhogy én itt szerintem el is köszönnék tőletek, srácok, itt a gyönyörű széges naplementébe, szóval, hogyha szeretnétek folytatást ennek a sorozatnak, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, lesétek meg a leírást, ugyanis a nagyon menő neonos zsidós cuccokat, ott tudjátok beszerezni magatoknak, továbbá a csótányvadász képregényt is, amit most már a Libri könyvesboltokban is be tudtok szerezni. Köszönjük, hogy itt adtatok, sziasztok!